Először is a kezdetekről beszéljünk, arról, hogy a varrás hogyan vált az életed részévé. Nekem a varrás 12 éves koromban, akkor kaptam születésnapomra egy varrógépet, és szerelem volt azóta is. Tehát én már általános iskolában 7. és 8. koromban már saját magam vartam a ruhákat, és a gyerekeimnek is mindent megvartam. Tehát nekem valahol ez egy szerelem. És a gyerekeknek kezdtem el először ezeket a játékokat csinálni. Azóta jelentősen bővült a repertoárod, mi mindent készítesz? Minden nincs itt, de öltöztethető nyuszi, kis nyuszi, nagy nyuszi, róka, tehát Montessori játékok, nagyon sok minden, tehát ami éppen jön, Pinocchio, kisegér. Ilyen Pinocchio lesz, ez saját. Minden első munka az a saját, az első, amit csinálunk, és itt meg még ugye nincs kész. Tehát itt ennek majd kell sapka, haj, majd szemet hímezni rá, és ezeknek meg az az előnye, hogy itt mozogatható a keze meg a lába, tehát gyakorlatilag lehet ültetni, ez is mozog, tehát hogy ezt a gyerekek nagyon-nagyon szeretik, és most ugye majd mi kell rá nadrágot varni. Kiállításra csináltam ezt a babát, kutya sétáltató lány. Na ez is, amiről beszéltünk, hogy ez is az aprólékosság, tehát gyakorlatilag itt ugye minden kis részlet, a gombokat ráhímeztem, a gyöngyöt fűztem, a ruhának a széle, de ez is nagyon kikapcsolt, tehát ezt ugye nyilván szeretni kell. A cipője, ez mind kézzel hímezve van. A kiskutyája is, ugye ez is a horgolva van a póráza, itt is van egy kis csipke. Gyakorlatilag a gépet ugye arra használjuk, csak amíg a ruhának a fő részeit megvarjuk, a többi az már mind kézzel. Hajacskájában van ez is kézzel készült kis virág. Ezeknek a játékoknak milyen előnyei vannak a boltban megvásárolhatóakhoz képest? Szerintem olyan szeretetből jön az egész, tehát ezt nem is tudom, ezek szabad kézzel, tehát itt minden kézzel van, annyi, hogy ugye nyilván, hogy használok varrógépet, de ezeket gyakorlatilag mindent kézzel hímzek rájuk. De ezeknek az előnyei szerintem eleve, hogy a gyerekeknek a kézmotorika, az ugye nagyon fontos. Akár egy öltöztethető nyuszi, hogy ezeket öltöztetjük, levesszük. Kisebb gyerekeknek a kicsi, akár egy nyuszi, most pont nincs itt egy csigabiga, de azoknak is ugye, ahogy a kézzel meg tudja fogni, és hogy beszéljünk erről a Montessori labdáról, erről biztos már hallottatok, hogy eleve nem gurul úgy, mint egy igazi labda, tehát a gyerekeknek a kúszását is fejleszti, mert utána tud menni, és a kisbabák is meg tudják fogni, ugye, hogy a nem olyan, mint egy kerek labda. Tehát én szerintem nagyon jó fejleszti a gyerekeknek a kézmotorikáját is, de akár ugye ez már kimutatott a Montessori játékokról, hogy mennyire hatásos a gyerekek fejlődésében is. És ezek biztonságos. Igen. Hát igen, nem véletlen csinálom, hogy nem véletlen varrom, tehát hogy nem gombot használok. A ruháknál szoktam odafigyelni, hogyha valahol kérik mondjuk kisebb gyereknek, hogy akkor patentot rakok rá, tehát véletlen se nyelje le a gyerek. Tehát ez mondjuk azért már nagyobb gyerekeknek való. Ünnepi díszeket, illetve évszakokhoz köthető lakásdekorokat is készítesz. Meséljünk erről is. Ugye jönnek a húsvét ünnepek, arra szoktam ajtókopogtatókat, ott is meg is szoktak kérni, hogy mit, tehát ilyenkor nem szoktam felhalmozni, mert általában ezek ugye szezonálisak, de mondjuk a nyuszik egész évben mennek, tehát én nem vettem észre, hogy kevesebbet adni kell, vagy kérnének ugye évközben. Itt vannak ilyen ajtókopogtatók, vannak a nagy nyuszi tartja a szívecskét benne, a kis nyuszi, tojásokat, na ezek mondjuk nyilván szezonálisak a tojások, de ugyanúgy kis ajtókopogtatók.
a többi ünnepre is, tehát akármilyen ünnep van, szoktam manókat csinálni, a manók is ugye olyan öltözékben vannak, amilyen az évszak, akár őszi köntösben, aztán utána ugye a téli ünnepekre, tehát mindennek szezonális. Ugyanúgy a ruhák is, tehát egy nyuszit azt lehet téren, hogy melegebb ruhába öltöztetni, és akkor már egy kicsit olyan téliesebb a hangulata. Nekem is fontos volt a gyerekeimnek, hogy olyan valamit adjak a kezükbe, amitől nem lesz bajuk, nem festi be a kezüket, ugye azért próbálok olyan anyagokat venni, ami nem fog, ha kell, akkor ugye előtte azért beavatom, ugyanúgy a játékok is, tehát ezeket mind a szájukba vehetik, nem lesz semmi bajuk, a töltőanyag is olyan, ami tehát, hogy nem veszélyes. Mit jelent számodra a hobbid? Olyankor félreteszed a napi dolgokat, és csak a varrásra koncentrálsz? Gyakorlatilag én, ahogy szokták mondani a családban, hogy én nem nézem a tévét, hallgatom a tévét, tehát hogy amikor nem ezeket csinálom, még annyira nem is indult el, ugye most korábban vannak ezek a húsvéti ünnepek, hogy annyira nem indult be még az élet. Én magamnak is varrok, az unokámnak is szoktam varrni, saját magamnak ruhát varrok, gyerekemnek is szoktam varrni, tehát én nekem a hobbim is, tehát hogyha nem ezeket csinálom, akkor magunknak, még ugyanúgy, amit próbálok, ha van időm, a saját lakásomban is szépítgetni a dolgokat. Thank you.